Hol? Itt. Cseh. Cseh. Ja, itt vagyunk. Jó. Ja. Az, hogy lépkedek, csak... Nem csinálunk kizét képeket? Nem. Mennyit akkor felhozott alt? Nem baszod, nincs itt a memória kártya. Dukált. Itt fönt kéne ülni. Hát no, ott nem ül senki. Jenis Kádor. Sárnyunk Gergő. Mi jó itt? Egyelőre jó itt majd, ha nem tetszik, arra megyünk. Nagyon nagy jó kérdő a tehetségednek. Akkor, amikor te látod egy nagy esetén. Ez ide jön. Jaj. De jól nézett ki az égtől, Gergő. Nem hoztam memória kártyát, a kurva. Bezumolunk a boxba. Az az X3-as lehet megnyerni. Tényleg? Nem. Há. De jó lenne. Ja. Körülbelül légvédelmi ilyen izé. Jön már. Köszönöm, hogy megint zárva lettek, és ezt megcsinálnám.
fél van. Szerintem még itt három több lenni, ez cső. Most többet be van. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Nagyon sokat jelent nekem. Hát túl vagyok egy pár körön a MotoGP motorral, és megmondom őszintén, hogy sokat mentem ezen a pályán, de minden megváltozott. Nagyon lassanak tűnik, és gyorsan körbeérek. Igazából a motor most nincs a pályához állítva, tehát nem tudok gyors köröket vele menni. A gumik sem idevalók, és eddig nem is a karbontárcsát használtuk, tehát féktávon sem volt olyan a motor. De minden esetre nagyon nagy élményt jelentett számomra ez a pár kör is. Még nincs vége, most lesz még két köröm, amikor nagyon lassan kell mennem, mert egy videószpotot fogunk forgatni, és utána pedig mehetek egy gyors kört majd, és föl fogunk állni a startrácsra, mint hogyha verseny lenne, ellenfelek nélkül, úgyhogy biztos meg fogom nyerni a verseny. És be tudom kapcsolni a start, tehát ki tudom próbálni a start programot, ami szerintem egy látványos dolog, mert a motor 2,6 másodperccel a gyorsul 100-ra, úgyhogy most kettő kör türelmet kérek, még megcsináljuk ezt a spot forgatást, és utána tudok menni három kört, amiből lesz egy gyors kör, és még egyszer benne vagyok.